Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Spirit FM gazdasági műsora Több-kevesebb címmel. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és nézzük, mi lesz a mai nap tartalmi jegyzéke. Szót ejtünk majd a nyugdíjreformról, arról, amiről eddig nem sokat tudhattunk meg, viszont komoly határidőket mulasztott el eddig hazánk. Aztán beszélünk arról is, hogy a home office-hoz napjainkban hogy alkalmazkodnak, és hogyan viszonyulnak a dolgozók és a munkaadók. Egy kutatás készült ezzel kapcsolatban. Aztán beszélünk arról, hogy megszűnt a kamatplafon. Ennek kapcsán Erdősi Évával beszélgetünk arról, hogy miként lehet napjainkban hitelt felvenni, mi a tapasztalat és mire érdemes figyelni. Majd zárásképpen egy kicsit kitekintünk a légi közlekedésre, hiszen ott is bőven olvashattunk friss híreket ezzel kapcsolatban. Brückner Gergellyel beszélgetünk arról, hogy milyen volt az ő személyes tapasztalata, és megtudhatjuk azt is, hogy mit nyomozott ki ennek kapcsán cikkében. Kezdődjön hát a Több-kevesebb című műsorunk. Vendégem dr. Farkas András, nyugdíjszakértő, aki segít nekünk tájékozódni a legfrissebb hírek vonatkozásában. Üdvözlöm! Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Hát elmaradt a nyugdíjreform társadalmi vitája. 2024. június 30-áig be kellett volna fejezni, és 2025. március 31-én kellene bevezetni a vállalt nyugdíjreform lehetséges lépéseiről szóló társadalmi egyeztetést. Mi a helyzet ezzel most akkor? Nem teljesít Magyarország úgy, ahogy megígérte? Még a végveszély nincs itt, de az biztos, hogy már két határidő úgy telt el, hogy nyoma nincs annak, hogy valami történne. Ugye az első határidő az tavaly december 31 volt, addig el kellett volna készítetni egy nemzetközi szakértői tanulmányt a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósági kérdéseivel kapcsolatban. Ezt nem tudjuk, hogy elkészült-e, feltetően, ha megbízást kapott egy külföldi csapat, azok megcsinálták időre, viszont ezt nyilvánosságra kellett volna hozni, az viszont a mai napig nem történt meg. És ezzel szoros összefüggésben szintén a kormányzat saját vállalása, amit a helyreállítási és ellenállóképességi tervben ő maga írt le, és vállalta az EU-val szemben, hogy ezt a nemzetközi szakértői tanulmányban foglalt javaslatcsomagot, ezt társadalmi vitára bocsátja, ugye ez az a társadalmi egyeztetés, ami szintén EU szabályok szerint zajlódna, és erre a kormányzat által saját magával vállalt határidő, az 2024. június 30-a volt, ugye ez már eltelt, és az égvilágon semmilyen se közlemény, se közzététel, se pályázati felhívás, se semmi nem jelent meg ezzel kapcsolatban. Tehát gyakorlatilag már két határidő úgy telt el a magyar lehetséges nyugdíjreform előkészítése kapcsán, hogy arról semmilyen információ nincs, hogy tervez-e valamit a kormányzat, vagy elállt ettől az egésztől, vagy nem érdekli már ez a téma. Minden esetre ez nem csak a nyugdíjszakértőket érdeklő kérdés, hanem minden magyar állampolgárt érdekel. A ma meglévő nyugdíjasokat, azt a 2 millió öregségi nyugdíjas például azért érdekli, hogy a nyugdíjukat 5 év múlva, 8 év múlva, 10 év múlva is meg tudják-e kapni, hogy a 13. havi nyugdíjat azt folyamatosan minden évben ki tudják-e fizetni. Ez tehát a mai nyugdíjasokat érinti, és akik meg az elkövetkezendő 15-20 évben lesznek nyugdíjasok, azok valóban tűkön ülhetnek, hiszen pont a demográfiai öregedés folyamatai miatt, ami Magyarországra is nagyon jellemző folyamat, valamint a speciális magyar foglalkoztatási helyzet miatt nagyon sok ember ideges lehet attól, hogy mi lesz a nyugdíjával, ha ő majd elmegy mondjuk 2035 után nyugdíjba. Ugye a helyreállítási tervben benne van, hogy ezt meg kell csinálni, ennek ellenére nem nagyon látjuk a lépéseket. Mindenki találgat, hogy mi lehet ennek az oka. Mi lehet ennek az oka, mire készülhet a kormány? Azért elég érdekes dolgokat lehet hallani. Hát több olyan kormányzati megnyilatkozás volt, ami nyugtatja a közvéleményt, és azt mondja, hogy nem kell idegeskedni, a magyar nyugdíjrendszer az fenntartható, jól működik, minden nyugdíjas időben megkapja a nyugdíját, és így tovább, és így tovább. Csak közben ugye jönnek azok a hírek, amik
eléggé riasztóak minden magyarnak és minden magyar nyugdíjasnak különösen. Csak az utóbbi néhány napban jelentek meg az Eurostatnak azok a statisztikái, amelyek alapján a magyar nyugdíjak azok a magyar GDP-nek mindössze a 7%-át teszik ki, miközben az uniós átlag 12,9%. Ez önmagában egy elég riasztó dolog, ugye sokféle oka van persze, ha gondolja, majd belemehetünk ebbe, de ez azt jelenti, hogy Magyarország a 25. helyen áll a GDP arányos nyugdíjkiadások tekintetében. És utána jött az a két újabb hír, miszerint Magyarország a 24. helyen áll az egyfőre első GDP statisztikáiban, tehát 25. a nyugdíjban, 24. a GDP-ben, és utána jött a fekete leves, a múlt héten kijött az a statisztika, hogy a személyes fogyasztást illetően Magyarország az utolsó helyre csúszott, tehát már a bolgárok is megelőztek minket, a 27. helyen senyvedünk a fogyasztási statisztikákba. Mindezt, ha összevesztük, ez azt jelenti, hogy nemzetközi vagy Európai Uniós összehasonlításban a magyar nyugdíjrendszer az folyamatosan csúszik lefelé, és nagyon nehéz jövőt sejtett ez a dolog. Tehát, hogyha van egy kormányzati nyugtató kommunikáció, meg vannak ezek az Európai Uniós statisztikák, akkor a kettő erőterében hát minimum meg kell vizsgálni, hogy a magyar nyugdíjrendszernek milyen jövőbeni nehézségei vannak, és arra tudunk-e valami megoldást találni most időben gyorsan. Lehet erre megoldást találni? Mert ahogy így az adatokat, ha nézzük, akkor nem tűnik fenntarthatónak ez a nyugdíj. Tehát valamiért ekkora összeget szánnak rá, ugyanakkor láthatóan nagyon elmaradunk a többiekhez képest. Ennek nagyon sok összetett oka van. Az egyik ok az mindjárt egy magyar hungarikum. Magyarországon a nyugdíjak nettó összegben számítódnak. Az összes többi Európai Uniós tagállamban bruttó nyugdíjakról van szó, tehát ott fizetnek a nyugdíjasok egy enyhe mértékű jövedelemadót, és majdnem mindenhol fizetnek egy egészségbiztosítási járulékot. Na de hát ennek megfelelően persze a nyugdíjuk is jóval magasabb összegű. Nálunk ugye nincs ilyen, ez az egyik oka az, hogy a magyar nyugdíjakra fordított kiadások jóval alacsonyabbak, mint a unió többi államában. A másik ok is egy magyar sajátosság. Nálunk 2012-től megszűntek a rokkantsági nyugdíjak, és megszűntek a korhatár előtti megszolgálati típusú nyugdíjak. Emiatt aztán ezek a különféle ellátásokká átalakuló nyugdíjak nem jelennek meg a nyugdíjkasszában, tehát az ezekre fordított pénz az más, az egészségbiztosítás kasszájában, kormányzati egyéb források területén jelennek meg. Ez is magyarázza azt, hogy miért ennyire rémesen alacsony a magyar nyugdíjkiadás GDP arányosan. És van még egy olyan harmadik elem is, ami szintén Magyarországra nagyon negatív fényt vet, hogy Magyarországon az 65 éves korban várható további élettartam az Európai Unió legrosszabb adatai közé tartozik. Az uniós átlag egy férfinál 17 év fölött van, Magyarországon meg 13 év, tehát itt egy 4 évnél is hosszabb lemaradásunk van. Még a hölgyeknél az uniós átlag 20,9 év, tehát egy 65 éves nő még 20,9 évre számíthat átlagosan az unióban, nálunk meg csak 17 évnél egy picivel többre, tehát itt is van egy 3,5 évet is meghaladó elmaradás, és nyilván, hogyha rövidebb ideig élnek a nyugdíjasok, akkor az a nyugdíjkasszában is tükröződik, de hát bár ne tükröződne, mert ez azt jelenti, hogy el vagyunk maradva a várható élettartam tekintetében is. Ön szerint, ha végül mégiscsak lesz egy szakpolitikai javaslat, amit a társadalmi vita tud követni, abban mi szerepelhet, vagy minek kellene szerepelnie? Hát az, hogy a nemzetközi szakértők hova helyezték a hangsúlyokat, azt egyelőre még nem tudjuk, de hogyha fenntarthatósági kérdések előjönnek, akkor azt kell megvizsgálni, hogy a magyar nyugdíjrendszerben milyen kis taposó aknák vannak elrejtve, ami abban a pillanatban megnehezítik a nyugdíjak kifizetését, amint nő a nyugdíjasok száma. Ugye ez előre kell bocsátanom, hogy a békeévek gyakorlatilag egy évtizeden belül le fognak telni. A békeéveken itt azt értem, hogy amíg lehet finanszírozni a jelenlegi szinten a nyugdíjakat, ami ugye tudjuk, hogy tragikusan alacsony a Európai Unióhoz képest. De lényeg az, hogy ezen a szinten is csak 2037-38-ig lehet a mostani helyzet szerint finanszírozni a nyugállátást, utána drámaian le fog romlani a finanszírozás feltételrendszere, mert a Ratko unokák, tehát az 1973 és 1977 között született nagyon nagy létszámú évjáratok, akkor kezdenek el nyugdíjba áramlani, és akkor mindjárt a
évente a nyugdíjasok száma 70-80 ezer fővel több lesz, mint idén, vagy mostanában, mert most nagyjából évente 100 ezeren mennek nyugdíjba, 2037 után pedig 170-180 ezeren mennek minden évben nyugdíjba, és ezt a hatalmas túlterhelést a jelenlegi rendszer nem lesz képes elviselni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz nyugdíj, csak azt jelenti, hogy egyre többet kell a nyugdíjra más forrásokból fordítani, és itt jön be a kérdés, hogy lesz-e a költségvetésben elegendő forrás ezekre. Amihez hozzá lehet nyúlni, azok nyilván a nagyon sok pluszpénzt elvívő 13. havi nyugdíj és a nők 40 kedvezményes nyugdíjszabályozása, annak bizonyos feltételeinek a finomhangolása, aztán nyilván hozzá lehet nyúlni a korhatárhoz, ez például az Unió legtöbb tagállamában már a 65 éves korban várható további élettartamok alakulásától teszik automatikusan függővé. Nálunk ez nem így van, ugye nálunk mereven 65 évben van meglőve ez a nyugdíjkorhatár. Aztán Magyarországon szintén hungarikumként említhető, hogy nincs járulékplafon, szinte egyetlenek vagyunk az uniós tagállamok közül, ami azt jelenti, hogy a nyugdíjvárományok nagyon magasak is lehetnek, az meg egy olyan problémát okoz majd, pont egy évtizeden belül már szembesülünk ezzel, hogy megjelenik egy kisebbség, amelynek nagyon magas a nyugdíjvárománya, és azzal szemben áll egy óriási többség, aminek meg nagyon alacsony a nyugdíjvárománya, mert ne felejtsük el, hogy hamarosan nyugdíjba vonulnak olyan tömegek, akik egész életükben valahol a szürke gazdaság, vagy éppen a fehér gazdaság szélén termeltek, nagyon pici pénzekkel szereztek, nagyon kicsi nyugdíjjogosultságot. Hát sok a kérdés, de reméljük hamarosan választ is kapunk rá, mert valóban, ahogy említette, sokan várják, várjuk ezt a kérdést rendezni. Farkas András nyugdíjszakértő volt a vendégem, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Nagyon szívesen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Somodi Solymos Eszterrel. Folytatjuk Több-kevesebb című műsorunkat, amelynek következő témája, hogy ígértem, egy kicsit a home office-t járjuk körbe. Ebben lesz segítségemre Simon Göröcs Lilli, a profession.hu HR igazgatója. Üdvözlöm! Üdvözlöm! Országos szinten a magyar munkavállalók háromnegyede támogatja a home office-t, attól függetlenül, hogy a saját munkájukat tekintve egyáltalán kivitelezhető-e. Mi az önök kutatásából, ami kiderül egyébként a home office tekintetében, milyen irányban vannak a változások? A héten már beszéltünk a vasutasok szakszervezetével, akik éppen arról panaszkodtak, hogy nekik nagyon kedvezőtlenül alakul, hogy a home office nem lesz lehetséges a jövőben. Hogy állnak a home office kérdéséhez a munkavállalók és a munkáltatók? Igen, a kutatásból az derül ki, hogy eléggé nyílik ez az olló, amit a munkavállalók szeretnének, és a cégek biztosítanak, ugyanis a munkavállalók 76%-a jelölte meg, hogy szeretne home office-ban dolgozni, azonban a cégeknek csak 43%-a biztosítja ezt részben vagy egészben. Milyen konkrét vezetői korlátozások akadályozzák a home office lehetőségét amúgy a munkavállalók számára? Egyrészt fontos megemlíteni, hogy vannak olyan szektorok, ahol nem lehetséges otthoni munkavégzést biztosítani, tehát például egy áruszállítás, vendéglátás, vagy akár egy oktatási tevékenységet nem lehet otthonról végezni. Azonban azokon a helyeken, ahol otthonról is lehet munkát végezni, különböző okok akadályozhatják ezt, például mondjuk így vezetői hozzáállás, berögződés azzal kapcsolatban, hogy akit nem látunk, nem is dolgozik, vagy akár technológiai feltételei is lehetnek, ami nem adottak. Van olyan ágazat, ahol a home office lehetősége jelentősen növekedett az elmúlt években? Tavalyi évhez képest látjuk azt, hogy bankbiztosítás, broker területen nőtt 10%-kal a home office lehetősége, és ezen kívül marketing, média, PR, illetve ilyen technológiai IT programozás területen nőtt 6-7%-kal ez a lehetőség. Ugye a COVID idején nagyon sokan megtapasztalták a home office-nak az előnyeit, és nagyon sok munkavállaló után elégedett volt, hogyha maradhatott ebben. Hogyha nem kapnak lehetőséget most az otthoni munkavégzésre a dolgozók, annak ellenére, hogy szerintük ez lehetséges lenne, az hogyan befolyásolja a jövőben az ő elégedettségüket? Hát nagyon röviden negatívan, de
Ez attól is függ, szerintem, hogy milyen magyarázatot kapnak erre. Tehát, hogy csak azt mondják, hogy nincs erre lehetőség, pedig ők úgy élik meg, hogy szerintük ez biztosítható lenne. Vagy a cégek mondjuk megindokolják. Tudnak-e logikus magyarázatot adni, hogy miért nem tudják ezt biztosítani, vagy miért csak olyan mértékben? Egyébként érdemes lehet például a home office lehetőségét egy bértárgyalásra bevinni? Például, hogyha nem akkora emelést kapnak, mint szeretnének, akkor alkupozícióba hozzák a home office lehetséges verzióját, akárhogy csak két napra, vagy pedig egy napra, egy héten. Gyakran találkozunk ezzel, főként mondjuk mikor érkezik a céghez, tehát hogy már így az állás interjú során, mint tárgyalási alakként, nyilván közben is lehet, mint így juttatásról beszélni, és előfordulhat ez a dolog. Munkáltatói oldalról mi, illetve én ilyenkor általában azt mérlegelem, hogy ez következetesen tudom-e biztosítani mondjuk ugyanabban a munkakörben dolgozókkal, hiszen ez lehet akár egy kivitelezési pont is. Hogyan változhatnak a munkavégzési szokások, hogyha a home office lehetőségei továbbra is korlátozottak maradnak? Mármint cégen belül, vagy országon belül? Cégen belül. Hát, hogyha eddig sem volt rá lehetőség, akkor gyakorlatilag marad ugyanez a rendszer. Itt azért mondjuk nagyon befolyásoló az, hogy az a kolléga abban a munkakörben máshol, tehát más cégnél sem tudna otthonról dolgozni, hogyha szeretne, vagy akár egy másik céghez átmenve erre kaphatna lehetőséget. Tehát ebben az esetben azért az elégedetlenség okozhat akár munkahelyváltási problémát is, tehát ez így erőteljesen befolyásolja. Hogyha ez máshol sem adott, vagy így szokta meg, hiszen eddig sem volt rá lehetőség, akkor gyakorlatilag marad a rendszer. Akkor, hogyha valaki otthonról szeretne dolgozni, de ez a jelenlegi munkahely nem lehetséges, érdemes szétnézni a munkaerőpiacon és mondjuk váltani, vagy pedig nem érdemes annyira mozgulódni, mert mondjuk a trendek alapján az figyelhető meg, hogy mondjuk a közeljövőben mindenhol egy kicsit visszahívják a munkahelyre a dolgozókat, és a home office-t pedig egyre kevesebben fogják alkalmazni. Ez egy érdekes kérdés, mert hogy nemzetközi szinten azért az látszik, hogy az otthoni munkavégzésnek az aránya nő is. Itt most nem csak a COVID alatti szükségállapotról, hanem az azóta lévő tendenciákról beszélek. Nem is a teljes otthoni munkavégzés, hanem a hibrid, tehát részben otthonról végezhető munkáról beszélek. Tehát hogyha nemzetközi trendek így alakulnak, akkor nyilván így a hazai cégeknek is valamilyen szinten kell erre reagálniuk. De hogyha még csak hazai pályán akar maradni, vagy hazai cégek között nézhet, akkor igen, tehát megnézhető, hogy mondjuk olyan szektorban dolgozik, ahol erre van lehetőség, és neki ez mondjuk olyan releváns szempont, mert mondjuk a családi élet, a logisztika miatt neki nagyon fontos, hogy heti egy-két napot otthonról tudjon dolgozni, akkor előfordulhat, hogy igen, akár vált emiatt. A nemzetközi trendek és a hazai trendek között mekkora a különbség a home office tekintetében, mekkora az eltérés? Hát erre sajnos nem tudok így exakt választ adni. Azt látom kutatásokból, hogy nő a hibrid munkavégzés nemzetközi szinten, és ami korábban egy ilyen szellemi elitnek a kiváltsága volt, az, hogy nagyon csak nemzetközi körülmények között dolgozók tudtak mondjuk így otthonról dolgozni, az nemzetközi szinten, hogy legalább részben tudjanak otthonról dolgozni a kollégák, ez egyre alapabb gyakorlatilag. Itthon ugye, ahogy említette, hallunk most ilyen példákat, ahol inkább visszafele lépünk, és megszorításokat növesztenek. Tehát ez most egy ellentétes irányú mozgás eredményez, de szerintem ez még nem annyira releváns, hogy messze menő következtetéseket lehessen vonni. Nem tudom, a kutatások kitérte erre, de mindenképpen érdekes kérdés lehet, hogy a COVID idején nagyon sok munkáltató mondta azt, hogy számukra nagyon kedvező volt a home office, mert valahogy sokkal hatékonyabban dolgoztak a munkavállalók. A munkavállalók oldaláról viszont gyakran lehetett hallani, hogy kényelmesebb volt nekik így otthonról dolgozni, viszont gyakran előfordult, hogy még este hétkor is leült a gép elé, vagy fölvett egy telefont, vagy válaszolt egy e-mailre. Ez azóta változott? Tehát valahogy a home office-nak a szabályait iratlanul lefektették a dolgozók és a munkaadók? Én úgy látom, hogy
A COVID alatt, amikor szükségállapot volt, tehát ez egy viszonylag rövid időszak igen. volt, akkor így az ottani tehát megfigyelhető hatások, hogy mennyire volt hatékony, nem volt annyira reprezentatív. Egészen más, amikor itt több éves távlatból beszélünk, hogy hogyan rendezkedik be akkor hosszú távon több évre egy munkavállaló, hogy a napi munkaidejét hogy osztja el, valóban hatékonyan végzi. Úgyhogy így nehéz csak a COVID egy-két évéből kiindulni. Azt látom, hogy mind munkáltatói oldalról is vannak ilyen hibrid munkavégzés vagy home office támogatók és nem támogatók, főként felső vezetői oldalról egyébként csökkent. Tehát minden magasabb vezetői szintről beszélünk, annál inkább csökken azért a teljes otthoni munkavégzésnek a népszerűsége. És a munkavállalói oldalról is nagyrészt, ugye látszik a kutatásból, itt ugye 76% preferálne, nagyrészt szeretne otthonról dolgozni, de itt is van egy olyan többség, aki azt mondja, hogy nem szeret otthonról dolgozni, mert hogy igen, ahogy említette, összemosódik a munka-magánélet egyensúly, izolálódnak, szükségük van kapcsolódásra. Én személy szerint ezért vagyok a hibrid munkavégzés híve, ami kombinálja ezt a kettőt, és nem a két szélsőséget veszi csak alapul. Teljesen egyetértek önnel, én is ezt tapasztaltam a környezetemben, hogy a hibridet támogatják a legtöbben. Így van, így van, mert hogy mind a két szélsőség, tehát hogyha csak bentről kell dolgozni, most nyilván ugye olyan munkakörökről beszélünk, ahol egyébként van lenne választási lehetőség, vagy hogyha csak otthonról dolgozunk, akkor annak a verziónak a negatív tulajdonságai erősödnek fel. Nagyon szépen köszönöm Simon Göröcs Lilinek, a profession.hu HR igazgatójának, hogy kicsit körképet kaptunk, hogy mennyire kedvelt a home office és milyen arányban dolgoznak köszönöm. Most így. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Vita Felső. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Somodi Solymos Eszterrel. Folytatjuk a Több-kevesebb című gazdasági műsorunkat, és a kamatokról ígértem, hogy szintén szót ejtünk. A kamatplafon megszűnése kapcsán július 1-ével véget ért az önkéntes kamatplafon időszaka, és Erdősi Éva közgazdász, a hitelsikerek.hu szakértőjét kérdezzük. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Hát az, hogy egy ilyen kamatplafon időszak, az önkéntes kamatplafon időszaka véget ér, ez ilyenkor mit jelent annak, akit érint ez? Tulajdonképpen ugye a kormány avatkozott be abban a piaci folyamatban, hogy melyik pénzintézet milyen kamat mellett nyújtson hiteleket, és ez azt jelentette, hogy azoknál a pénzintézetnél, mert ezt önkéntes alapon lehetett vállalni, a THM nem halad meg bizonyos százalékot, akkor nyilvánvalóan ő megfelel ezeknek a kritériumoknak. Na most azért azt tegyük hozzá, hogy abban az időszakban, amikor ez megtörtént, akkor még a jegybanki alapkamat 10% felett volt. És azt el is mondta a kormány, hogy egyébként ő addig avatkozik bele ebbe a folyamatba, amíg nem lesz egy számjegyű a jegybanki alapkamat, és az infláció is nem lesz megfelelő mértékű. Ezt most elértük, mert június 13-a óta azt hiszem már 7% a jegybanki alapkamat, és az inflációt is 4%-ra mondják. Ezt most ne is vitassuk, mert megvannak ezek a mérőszámok. Tehát a lényeg az, hogy most már a kormány által előírt feltételek azt mondják, hogy innentől kezdve ez nyugodtan megszüntethető, hiszen a piac beállt arra a működési formára, amikor már erre nincsen szükség, és nyugodtan meghatározhatják, hogy milyen kamat mellett, kinek, mekkora kölcsön fognak adni, és aztán majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Tehát ez van tulajdonképpen a hátterében, hogy ez miért is került elengedésre. Amit látunk, hogy az OTP lépett először, ez nyilván az ő nagysága, ezt most a számosságát értem az ügyfeleinek és a hitelezési nagyságát, ez meg is tehette, hiszen nagyon sokan ezt a bankot preferálják, illetőleg ezt ismerik a legjobban. Na, még mindig nagyon kevés az a tudatos hitelfelvevő, aki nem azt mondja, hogy körülnézek a piacon, nem nézi meg akár saját maga, vagy nem kér hozzá tanácsadót, hogy akkor hogy választan a hitelek közül. Tehát ezzel a tehetetlenséggel élve, nevezzük ezt így, így élt az OTP, és azt mondta, hogy ő megemeli a kamatot, ami az egyes ember számára azért nem egy
horribilis mértékű, hiszen itt ilyen 1-2%-os eltérések vannak most a bankok ajánlatában. És hogyha nem nagy összegekbe gondolkodunk, akkor ez tulajdonképpen nem nagy jelentőségű, de ezt most mindjárt meg is táfolom saját magam, hiszen az ingatlan árak meg folyamatosan emelkednek. Tehát ahhoz, hogy egy ingatlanhoz hozzájuthassunk, egyre több és több hitelt kell felvennünk, mert azért a megtakarításunk nem nőnek ilyen arányban, hogy a saját erőt azt prezentálni tudjuk. Mit okozhat egyébként ez hosszabb távon ez az elengedés? Ugye beszéltünk arról, hogy az OTP mit tett, de a többieknél is hasonló lépésekre lehet majd számítani? Hát ugye a verseny az azt jelenti, hogy ha én több ügyfelet szeretnék, akkor én olcsóbban kell, hogy adjak valamit, hogy hozzám sokan jöjjenek. Tehát attól, hogy valaki emel, az nem biztos, hogy nekem most azt jelenti, hogy emelni fogok. Emögött nagyon sok számítás folyik, hogy egyébként annak az adott pénzügyi intézménynek a gazdálkodásában ez majd milyen eredményt fog produkálni, de azt is láthatjuk, hogy ezek a hitelkamatok, ezek nem hosszú távon bebetonozott mértékek. Az, amikor én szerződést kötök egy adott pillanatban, tehát azért most nézzük a hitelfelvevők oldalát, tehát hogyha én most kötök egy, vagy mondjuk az elmúlt hónapban kötöttem egy szerződést 6,5%-ra, akkor abban a szerződésben meghatározott 5-10-20, attól függ, hogy mekkora a kamatperiódusom, az a kamat az fix lesz. Ha én most kötök egy hónap múlva, és a kamat már 7,5%, akkor nyilván ez a kamatom lesz bebetonozva arra a bizonyos kamatperiódusra. Tehát az egyes embereknek, hitelszervezőknek nem mindegy, hogy milyen mértéken szállnak be, és nem mindegy, hogy hol van a kamatperiódusok, tehát hogy az milyen hosszú idő, de újra hozzáteszem, hogy minden azon múlik, hogy mekkora az a hitelösszeg, amit felveszek, de hát a statisztikákat elnézve azt látjuk, hogy egyre több a hitelfelvevő újra, és bármennyire is szólnak arról a hírek, hogy például a babaváró hitelt sokan nem teljesítik, és most kerülnek, most néznek szembe azzal, hogy ez majd milyen terhet jelent. Ez a fajta termék továbbra is most megint csúcsokat dönteget. Tehát úgy tűnik, hogy a babaváró hitel azt a célt nem érte el, hogy több gyermek szülessen. Tulajdonképpen akik egyébként is szeretnének gyermeket, azoknak azon a szinten érdemes ezzel az üllettel foglalkozni, hogy kvázi saját erőhöz jutnak, és ha egy gyermekük születik, akkor kamatmentes kölcsönük lesz. Tehát, hogy ez azért kimondani is elég rosszul hangzott szerintem, de hogy most azt látjuk, hogy ezt a célt lehetett ezzel elérni. Hát igen, nem túl könnyű a helyzet, de hogyha most valaki lakáshitel felvétel előtt áll, egyébként ők most milyen procedúra elé néznek? Hát, hogyha nagyon sok múlik azon, hogy mekkora a jövedelmem. Mert azért az látszik, hogy minél jobb a jövedelmem, és minél kevésbé van leterhelve, tehát, hogy nincs egyéb hitel a nevemen, akkor sokkal kedvezőbb kamatozású hitelt kaphatok. Mert ugye a kamatok is úgy vannak beárazva, hogy attól nem csak azt határozza meg, hogy mekkora hitelt vehetek föl itt a törlesztő részlet behatárolása kapcsán, hanem azt is, hogyha nekem magas a jövedelmem és stabil a munkahelyem, akkor én egy olcsóbb hitelt kaphatok. Ez például ugyanúgy összekötik ahhoz, hogy mondjuk mekkora az az összeg, ami havonta kell, hogy a számlámra érkezzen. Nyilván, ha nekem magasabb a jövedelmem, akkor én egy nagyobb összeget tudok vállalni. Vagy akkor havonta 5-600, akár hány 100 000 forint érkezik a számlámra, akkor az azt jelenti, hogy ezt onnan fogom elkölteni, és ahhoz megint ugye egyéb különböző költségeket kell megfizetnem a bank felé, tehát ő jobban jár, hogyha ezt én nála teszem meg, és ezáltal kedvezőbbé tudja tenni azt a kamatot, amit én a hitelemre kapok. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, mert nem mindegy, hogy én mondjuk olyan élethelyzetben vagyok, hogy majd ezután szeretnék családot alapítani, és akkor szóba kerül mondjuk a babavállaló hitel, vagy bármi egyéb. Vagy én már egy középkorú ember vagyok, és megvannak a gyermekeim, és nem akarok újat. Nagyon nem mindegy, hogy mekkora az az összeg, amit saját erőként fel tudok mutatni. Nem mindegy, hogy mekkora ingatlant akarok venni. Nem mindegy, hogy ezt milyen célból veszem, lakhatási célból, vagy befektetési célból. Tehát nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy mi a célja annak, hogy én ezt a hitelt fölveszem. Hogyha valaki most a családalapítás előtt áll, egy fiatal házaspár, és azon törik a fejét,
fejüket, hogy hitelt vennének föl. Mekkora a különbség a bankok között? Mennyire érdemes nagyon sok bankintézethez elmenni, ellátogatni és időt szánni rá? Én azt mondom, hogy a most már a 21. században semmi szükség arra, hogy valaki bankról bankra járjon, és megnézze, hogy hol mekkora összegű hitelt vehet fel, és az milyen költségekkel jár. Nagyon sokat ilyen hitelezéssel foglalkozó közvetítő céget lehet megtalálni, akik már régóta nagyon jó minőségű munkát végeznek. Nagyon sokszor ez a hitelt keresőnek teljesen ingyenes, hiszen a bank fizeti a jutalékot, és nagyon egyszerűen a hitelkérelem kitöltésétől, a nyomtatványok beszerzésén át nagyon sok mindenben segíteni tudnak. Tehát amikor azt mondom, hogy a bank egy professzionálisan hozzáértő személy, aki a hitelt adja, akkor célszerűnek tartanám olyan szintén professzionálisan hozzáértő banki tanácsadókat felkeresni, akik össze tudják hasonlítani a termékek árát, és meg tudják találni a számunkra legoptimálisabbat, hiszen ott a céltól kezdve mindentről kikérdeznek bennünket, és úgy fognak ajánlatokat adni. Tehát én mindenkit arra bíztatnák, hogy ne azon gondolkodjon úgy, úristen, a következő 3 hónapban én mennyi időt fogok különböző bankoknál eltölteni, hanem hogy keressen meg ilyen hitelközvetítéssel foglalkozó cégeket, akik már régóta ezzel foglalkoznak, szándékosan nem akarok egy nevet sem mondani, mert azért az internet világában erre könnyű rákeresni, főleg úgy, hogy ők fiatalok, tehát értenek ehhez a fajta kereséshez, és akkor higgye el nekem mindenki, hogy akkor sokkal jobban járnak, mintha ezt saját maguk teszik meg. Mennyire jellemző, hogy egy hitelfelvétel miatt dönt úgy egy család, hogy a bankot váltanak, és teljesen átviszik A-ból B-be a pénzüket, és mennyire jellemző az, hogy egy hitelfelvétel miatt nem tud valaki bankot váltani? Ez egy nagyon jó kérdés, és sajnos még mindig ott van benne, és még akár magamat is mondhatnám, hogy sokszor a bankváltás az valahol egy lustaság kérdése is. Amikor azt mondom, hogy jó, az a pár 100 forint nem érdekes, amit havonta mondjuk többet fizetek, vagy nem, pedig de. Tehát, hogyha összeadom ezeket a dolgokat, akkor sokkal fontosabb az, mert a sok kicsi sokra megy elv alapján, nagyon sokaknál megéri az, hogy bankot váltsanak. Ami azért nem egy bonyolult folyamat, csak idő. És ilyenkor mindenkinek azt a kérdést fel kell tenni magának, hogy az én időmből mennyit ér az meg, hogy éves szinten 10-20 akárhány ezer forintot spóroljak egy bankváltással, vagy azzal, hogy egy kedvezőbb kölcsönt kapok. Mert akkor meg aztán az ott felvett hitelösszeg utáni 100%, amivel kevesebbet fizetek, az meg egy tényleg lényeges látható összeg. Tehát én azt mondom mindenkinek, ne legyen lusta, ne legyen rest, hogyha ő úgy látja, hogy egy másik banknál kedvezőbb ajánlatot kap, akkor menjen, és ezt egy dologhoz tudok, épp most kötelező vált autónál, kötelező előtt álltam, hogy akkor lesz vagy nem. Horribilis különbségek vannak. El kell vetnünk azokat a régi megszokott dolgokat, mert sajnos, azt kell, hogy mondjam, nem azokat az ügyfeleket becsüli meg a bank, aki régóta ott van nála, hanem azokat, akik újnak számítanak, mert így minősítik ők a növekedést, hogy ennyi új ügyfelet szereztem. Hát ha most ez a módi, akkor ezt kell csinálni. Tulajdonképpen én minden évben lehetek egy banknál új, úgy is, ha mondjuk 3 évente újra hozzá, ott nála kötök ki, de ha ez az ára annak, hogy nekem olcsóbb legyen, és azt gondolja, hogy ez neki így jó, akkor így kell élni az életünket, tehát alkalmazkodnunk kell, és mindenkinek a saját egyedi érdeket kell megvizsgálnia ilyenkor. Hát akkor legyünk leleményesek, érdemes körültekintőnek lenni. Erdősi Évának nagyon szépen köszönöm, a hitelsikerek.hu szakértőjének, közgazdásznak, hogy rendelkezésünkre át is kicsit közösen tájékozottunk a hitelek piacán. Én is köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Több-kevesebb című mai műsorunk utolsó beszélgetéséhez értünk, és ígértem, hogy egy kicsit a légbe röpítem a hallgatókat. Brückner Gergelyt, a telex.hu újságíróját köszöntöm, üdvözöllek!
Szervusz! Az elmúlt hetekben nagyon sok volt a késés és a járattörlés az európai légi közlekedésben. Részben az EB-nek, részben az olimpiának, részben a nyaralásnak tudják be, hogy ekkora a forgalom, viszont nagyon sokan pórul jártak, így például van neked is egy saját tapasztalatod, amelynek köszönhetően a cikkedben utána jártál, hogy mi történik itt a légi közlekedés tekintetében, mit tapasztaltál, mi történik most? Igen, hát nem bosszúból írtam a cikket, csak ugye a kollégáim tudták, hogy valóban nem jutottam ki egy foci EB meccsre, ami nagy csalódás volt egy esti törölt járat miatt, és hát mivel ezt a Facebookon is közzétettem, ezt a sztorit megpróbáltam eladni a jegyeket, hát aztán engem kértek meg, hogy foglalkozzak ezzel a témával. Valóban sok minden összeállt most, tehát az egyik, ami akár a foci EB meccsein is láthattunk, hogy nagyon sokszor volt intenzív eső, vihar, zivatar volt, amikor félbe is szakadt a mérkőzés, tehát volt egy időjárási probléma, valóban nagyon nagy az európai légterek kihasználtsága, ebbe olyanok is belejátszanak, mint a mondjuk az ukrán vagy az orosz légtér kisebb kihasználtsága vagy lezárása, tehát a kerülések miatt ugye ami működik, oda még több gép jut, és hát volt egy légirányítási zavar, ami létszámhiányból fakadt elsősorban, és talán nekem az volt az egyik legérdekesebb megállapításom, hogy ahogy elkezdtem böngészni a légi irányítással kapcsolatos adatokat, kiderült, hogy hát néhány nyugati város, Karlsruhe meg Párizs mellett, Kelet-Közép-Európa, Zágráb, Belgrád, Bécs, és Budapest kifejezetten gócpont volt. Itt nem elsősorban arra kell gondolni, hogy a magyar országi, tehát a Budapest Airportra történő leszállások, vagy az innen induló felszállások akadoztak, hanem az úgynevezett magas légtér, tehát Magyarország annyira zsúfolt volt, vagy a légterünk annyira ki volt használva, hogy nem mindig kaptak a repülők úgynevezett szektorengedélyt, és hát ez egy kifejezetten komoly késési ok volt. Mit lehet ez ellen tenni? A cikketben is leírtad, hogy a légi közlekedés ugye minimum 4 szereplős, a repülőtér, a légitársaságok, földi kiszolgálók és a légiforgalmi irányítók, ezek biztos a szereplői. Ugye különböző okokból tudnak késni a gépek, de azért, amikor most már így tömegesen érzékelnek késéseket a közlekedők, akkor úgy felmerül a kérdés, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy minél kevesebb ilyen forduljon elő. Hát ugye az a szomorú, hogy maga az utas nem sokat tehet, tehát követheti az instrukciókat, kimehet hamarabb, valamennyivel talán érdemesebb reggeli gépeket választani, aki meg tudja tenni, hiszen akkor általában azok elindulnak, és aztán később, ahogy ugye ezek a nagyon-nagyon intenzíven kihasznált gépek, ami akár 6-szor is felszáll egy nap, hogyha halmozódik valamilyen késés, akár már lejár a személyzetnek a munkaideje, akkor fokozódik a kockázat is, tehát elképzelhető, hogy látszik, hogy egy utolsó járat már nem fog tudni elindulni, azt akár törölni is kell, vagy csak a késés generálódik egyre magasabb szintre, tehát ami először fél óra, az már lehet, hogy a negyedik repülésnél 3 óra. Hát nyilván nagyon sok tanács lehet, akár légitársaság választásban, akár hát kombinált lehetőségek választásában van, amikor nem tudom, pótolni lehet egy repülőjáratot valamilyen vonatos, buszos vagy repülő plusz vonatos megoldással, és hát ugye a másik, amiről ez a cikk szól, az, hogy mi a teendő akkor, amikor már bekövetkezett a baj, tehát milyen jogai meg lehetőségei vannak az utasoknak akkor, amikor mondjuk törölték, vagy nagy késéssel indították el valamelyik járatukat. Igen, de ugye írtad a cikkedben is, hogy kevés a légirányító. Ezt lehet tudni, hogy ez miből fakad? Nem találnak munkaerőt, vagy pedig így tudnak gazdaságosabban üzemelni? Hát mérhetően leginkább abból, hogy ez egy nagyon felelősségteljes, nagyon nehéz szakma. Érdekes volt, hogy megismertem hát a szakma egyes fortéjait, hogy ez például egy olyan szakma, amire az életben egyetlen egyszer lehet vizsgázni. Tehát ha valakinek nem sikerül, akkor nincs több lehetőség, ugye ahogy a való életben sem lehet itt hibázni, és a Covid-nál azért néhányan elhagyták a szakmát, vagy elmentek nyugdíjba, vagy ahol még volt szükség, mondjuk Nyugat-Európába több légi irányítóra oda mentek. A Hungarokontroll, tehát az ezért a területért felelős magyar állami cég, ugyan azt mondta nekem, hogy
valamelyest még nőtt is a COVID előtthöz képest a létszámuk, de itt mindig az a kérdés, hogy azon a célterületen, ahol szűk keresztmetszetek vannak, ott is tudtak-e megfelelő létszámot kialakítani, illetve a legnagyobb probléma az, hogyha azt mondjuk, hogy körülbelül szinten maradt a létszám, de valójában 30%-kal nagyobb a magyar úgynevezett magas légtérnek az igénybevétele, akkor nyilván ugyanannyi ember a nagyobb feladatot nehezen látja el. Ez egy nagyon szabályozott, nagyon felelősségteljes munka, tehát még úgy is lehet létszámhiány, hogy valójában nőtt a létszám a cégnél. És mi a tapasztalat egyébként a kártérítés tekintetében, mennyire bonyolult folyamat? Nekem nagyon rosszak a tapasztalataim, tehát általában azt látom, nagyon sokat utazom, nagyon sok esetem volt az évek során, hogy ugye a törölt járatoknak a megfizetett jegyét azt természetesen vissza lehet kapni, bár volt olyan a COVID alatt, amikor ez mondjuk 12-13 hónapban került, hát az egy rendkívüli eset volt, akkor rengeteget kellett volna teljesíteni a hirtelen a légitársaságoknak, de ez viszonylag rendben szokott lenni. Ugye az a probléma, hogy az a pénzbeli kártalanítás, ami a problémák miatt járhat, ott már nagyon sokszor azzal védekezik a légitársaság, hogy rajta kívülállóak, Viszmajor volt, időjárás, légirányítási probléma, olyan sztrájk, ami nem az ő cégénél következett be. És ami nekem még egy érdekes tapasztalatom, hogy természetesen, amikor valaki jegyet vesz, akkor próbálja a legjobb kombinációt megválasztani. De arra érdemes gondolni, hogyha az egyik légitársasággal megyünk ki, és egy másikkal jövünk vissza, mondjuk az én esetemben most Berlin esetében, akkor ugye az a légitársaság, amelyik nem vitt el, az kártalanít a jegyér, de hát ha egy másik légitársaságtól vettem a visszautat, és ők jönnek, akkor ő nem fog kártalanítani. Ha adott légitársaságtól veszem az oda és a visszautat, és ezt egy tranzakcióban, egy foglalással csinálom, akkor ők a visszautat is hajlandók visszafizetni, hiszen nem vittek el, nem is tudnak hazahozni. De ez egy érdekes dolog, hogyha már két foglalással intéztem, tehát ugyanannál a mondjuk fapados légicégnél megveszem egyszer a kifelé utat, majd egy kicsit később a visszautat, azt már külön ügyletnek kezelik, tehát ilyenkor nem kártalanítanak azért a gépért, amelyik visszajön Berlinből, én ugye nem vagyok Berlinben, nem tudom igénybe venni, de ilyenkor nem jár kártalanítás. Hát, sok mindent le lehet vonni egy ilyen esetből. Nem tudunk szerintem soha megfelelően szemfülesek lenni, de azért kaptunk pár tippet, hogy mire érdemes figyelni. Nagyon szépen köszönöm Brückner Gergelynek, a Telex újságírójának, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen, szia! Köszönöm, szervusz! Hát ez volt már a több-kevesebb, jövő héten ismét várjuk Önöket. Viszont hallásra, kellemes hétvégét!